Tatabányai Rotary Klub 21 esztendeje működik. A Nemzetközi Szervezetcsere diákprogramja többféle lehetőséget kínál az érdeklődőknek. A tapasztalatokról maguk a diákok számoltak be társaiknak a Bárdos Gimnáziumban. A Rotarynak a kezdetektől kiemelt programja ez a cserediák program. Célunk az egyébként, hogy folyamatosan megismerjék ezt a lehetőséget a diákok, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy sajnos még mindig kevesen tudnak erről a lehetőségről, akár a rövid utas, akár a hosszú utas programot is nézzük. Most itt kikkel találkozhatnak az érdeklődő gimnazisták? Az érdeklődő gimnazistáknak 4 táboros diákunk fog beszámolót tartani, illetve egy hosszú utas programról visszaérkező fiatal hölgy, és ezt hadd mondjam el nagy örömmel, hogy egyébként a táboros programunk a tavalyi év folyamán kapott nagyobb lendületet, és ez volt az első év, amikor 4 diák is részt vett a táborban. Most akkor egy kicsit lassítsunk. Mit jelent az, hogy táboros program, mit jelent az, hogy hosszú utas? A táboros program, ez a legrövidebb része egyébként a cserediák programnak, ez egy 2 hetes lehetőség. Alapvetően ez a nyári időszakra koncentrálódik, de már kezdődnek a táborok azért a tavaszi időszaktól elkezdve, és ez a 2 hetes tábor lényegében valamiféle program köré épül, tehát minden tábornak van egy tematikája, például van YouTube tábor, akkor van vitorlázó tábor, hegymászó tábor, sporttábor, de a lényeg benne az, hogy minél több diák, ugye nemzetközi tábor lévén más-más országból érkezik, és így folyamatosan tudnak kapcsolatot teremteni. Nyilván egy programra szükség van, ami összefogja őket, ez teszi ki a nagyobb részét, ez a váza, és ezen kívül egyébként a 2 hetes programban van egy olyan rész, amikor családoknál is tudnak eltölteni bizonyos időszakot, ezzel is egy kicsit megismerve az adott kultúrát. Van viszont egy kicsit bátraknak és nagyon bátraknak szóló program is. Igen, akik kicsit több időt szeretnének eltölteni külföldön ilyen kapcsolatokat megismerni, őnekik van a hosszú utas program, ez a legnagyobb bátorságot igénylő, ha lehet így mondani. Ők egy egész tanévet tudnak kint tölteni, amikor valójában tényleg ott élnek kint. Ez ugye már nem vakáció, ez már nem egy kis próbálkozás, konkrétan egy évig kint élnek, családoknál, iskolába járnak, részt vesznek a mindennapokban, úgyhogy ez a legnagyobb lehetőség arra, hogy ők tényleg mindent megtapasztaljanak az adott kultúrában, és akik azért ennyire nem bátrak, őnekik van egy nyári lehetőség, ez pedig két és fél három hónapos időszak, ami a nyári időszakot öleli fel, tehát ott értelemszerűen családoknál vannak, részt vesznek az adott család életében, az adott országot meg tudják ismerni, de ott ugye az iskola az kimarad nekik. Mi nagyon-nagyon örülünk, hogyha érdeklődőkkel találkozunk, mert egyrészt próbálunk mindenféle információt megadni, és ezt a mai alkalmat is azért szerveztük, hogy nem csak tőlünk, hanem közvetlenül a diákoktól lehet érdeklődni, hogy milyen volt, hogy érezték magukat, mi volt a nehézség. A Rotary Klubot kell feltétlenül megkeresni. Az országban egyébként nagyon sok helyen van a Rotary Klub, értelemszerűen mi itt Tatabányán várjuk is a környékről az érkezőket és az érdeklődőket. Be kell jönni hozzánk a klubba, van egy elbeszélgetés, nyilván mi a diáknak a motivációját szeretnénk megismerni, tehát ez nem arról szól, hogy anyuka kitalálja, hogy már pedig én a gyereket el szeretném küldeni, ez abszolút a diákról szól, és belső motivációval kell, hogy rendelkezzen. Tehát van egy megbeszélés, és ezt követően van egy családlátogatás, hiszen nekünk azt biztosítanunk kell a beérkező diákoknak, hogy ide jó helyre fog kerülni a cserediák, tehát van egy ilyen szondája is a történetnek, és akkor van egy hivatalos jelentkezési felület, jó tanulmányi átlaggal kell rendelkezni, ez azt jelenti, hogy 4-es átlag fölötti szintet várunk el. Ez azért nagyon fontos, mert egy teljesen új közegben, egy új országban, egy új világban nagyon-nagyon nehéz megállni a helyét még egy jó tanulónak is, hát ha még egy olyan gyermeknek, aki mondjuk 2-es-3-assal tud csak működni, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és ezért várjuk ezt, illetve az angol nyelvtudás. Idén meddig lehet jelentkezni az első körben? Idén október 31-ig kell beadni az előjelentkezést. Én azt mondom, hogy nyugodtan bárki keressen bennünket, és fogunk segíteni a folyamatokban, nem kell megijedni, de október 31 most az első dátum, amíg ezt meg kell tenni. És akkor kérem szépen, így néz ki egy rotarys diák háta. Péter Anna ugye most jött haza, egy évet töltött Ausztráliában, és a legkülönbözőbb címkék lógnak a hátán, most fordulj meg, Anna, elő pedig végig van díszítve. Mit jelent az, hogy ez cserediákos kabát? Hát egyrészt a hátam van azok például repjegyek, vagy színházjegyek, akármi, amit valamilyen emlék fűződik hozzá cserejévemmel kapcsolatban. Másrészt elő pedig vannak ilyen kis kitűzök, vannak, amik
Tehát minden cserediáknak van saját kitűzője, tehát nekem is volt, és amikor találkozok egy másik cserediák, akkor adok neki egyet, és akkor így gyűlnek szépen lassan a kitűzők. Másrészt meg, hogyha megyünk valamilyen helyre, tehát például mi sok kirándulást csináltunk, és ott mindenhol árulnak ilyen kis kitűzőket, akkor veszünk egyet, és felrakjuk. Egyrészt abban teljesen más, hogy ugye például mi, én most 11-es vagyok az Árpádban, van, hát szerintem 10 fölött legalább van az tantárgyainknak a száma. Ausztráliában ez úgy működik, hogy kiválasztanak 6 tantárgyat, amivel őket érdekli, és azzal csak azt kell tanulniuk. Te mit választottál? Nekem, ugye mivel ez egy katolikus magániskola volt, ezért kötelező volt a hittan, és az angol ugye az nyilván kötelező volt, amellé választottam még biológiát, humán biológiát, modern történelmet, és nem emlékszem az utolsóra. Egyrészt nagyon nehéz volt hazajönni, mert azért mégis kialakított az ember egy, úgymond egy teljesen új életet, tehát ugye családoknál lakunk, annak a családnak is a része lesz az ember, új baráti közössége lesz, tehát azért nagyon nehéz azt otthagyni, de másrészt nyilván izgalmas volt hazajönni újra a családdal lenni, a régi barátokkal, tehát ilyen kettős érzés volt igazából. Mit mondanál a diáktársaknak? Vágjanak bele? Mindenképpen szerintem életemnek a legjobb élménye volt eddig, úgyhogy, és hát nem szerintem, hanem egyértelműen. A helyi klub tevékenysége szerte ágazó. Adományozástól a szakmai programok szervezéséig széles a paletta. A Rotary az egy világszervezet, közel 100 éves múltra tekint vissza, Amerikából induló kezdeményezés, és gyakorlatilag az adakozásnak, a másokra való odafigyelésnek a kultúráját célozta meg. És hát jelen pillanatban is nagyon sok világszerte ismert ember tagja, és fontosnak tartja, hogy támogassa különféle Rotary kezdeményezéseket. Például Bill Gates is mindenféle az alapítványán keresztül több millió dollár támogatást ad. Magyarországon is több mint 90 éve alapították az első Rotary klubot. Szent Györgyi Albert nevével a mai napig is működik, és Magyarországon a legnépesebb 56 tagot számláló klub Szegeden. Szent Györgyi Albert ugye a C-vitamin atya, és hát az egyik Nobel-díjas tudósunk. És Tatabányán is már 21 éve működik a Rotary. Jelen pillanatban 17 tagunk van. Nagyon sokféle dolgokkal foglalkozunk, ami egyformán jellemző ránk, hogy elég elfoglaltak vagyunk, de ennek ellenére is fontosnak tartjuk, hogy gyakran összegyűjjünk, és olyan dolgokat, olyan kezdeményezések mellé álljunk, olyan rendezvényeket szervezzünk, amelynek a célja valamilyen támogatás. Milyen területekről érkeznek a tagok? Az üzleti életből érkeznek, vannak, akiknek saját cége van, vannak, akik multinacionális cégnél töltenek be vezetői pozíciókat, de tényleg valahogy mindig tudnak időt szakítani, ha személyesen nem is tudnak eljönni a hétfőnkénti klubgyűlésekre, de akkor is válaszolnak és részt vesznek a szervezésbe. Az adományozás, ha nálunk ezt a szót kiejtjük, nem egészen biztos, hogy kultúrája van az adományozásnak. Mit jelent ez a Rotary esetében? Mi is ezt tapasztaltuk, hogy nem könnyű ennek a megértését támogatni, ezért tavalyi évben elég komolyan elkezdtünk gyerekekkel megismertetni az adományozásnak tényleg a kultúráját, ahogy te is fogalmaztál, illetve ami nagyon fontos a Rotaryn keresztül érkező adományokkal kapcsolatban, hogy ami hozzánk beérkezik, az 100%-ban oda megy arra a célra, amit megfogalmazunk, illetve ezt megelőzően minden egyes esetben megvizsgáljuk, hogy az a cél, az a csoport, akit támogatni szeretnénk, az tényleg valós igény-e, és tényleg jó helyre kerül-e a 100%. És még van egy nagyon fontos dolog az adományozással kapcsolatban, hogy ezt is okosan kell és körültekintően csinálni. Például, ha egy családnak fűtést akarsz intézni, mert tudod, hogy nincs rá pénzük, hiába veszel elektromos fűtőtestet, hogyha nem tudják a villanyszámlát kifizetni. De tényleg nagyon körültekintően kell és okosan kell adományozni is, és ennek a kultúrája Rotaryn belül már megvan. Ennyire széles skálán mozog a segítségnyújtás? Igen, én harmadik éve vagyok tagja a Tatabányai Rotarynak. Ez alatt is már többféle célcsoportunk volt, többféle dolgot támogattunk.
Három éve egy kárpátaljai református templomnak az orgonájára gyűjtöttünk pénzt. Ez egy nagyon jól sikerült kezdeményezés volt. Tavaly évben volt egy környezetvédelmi konferencián középiskolásoknak, utána nyáron volt egy környezetvédelmi táborunk jól tanuló általános iskolásoknak, illetve két éve volt egy automatizálási konferenciánk, és van olyan tagunk, aki ennek a hatására teljesen átgondolta az üzleti tevékenységét, és nagyon komoly automatizálási folyamatokat vezetett be. A legközelebbi program az 56-os eseményekhez kapcsolódik egy fővárosi klubba közös szervezésben. Az egyik tagunk Rigó Eriknek a Görgényi hagyatékából készítünk ott egy kiállítást, illetve ennek a pesti klubnak van egy olyan tagja, aki 80 nem tudom hány éves, és ő részese volt az 56-os eseményeknek olyan szempontból, hogy a kiáltvány megírásában aktívan részt vett, és hál' Istennek a mai napig is jó egészségnek örvend, és ő fogott egy előadást tartani, és nagyon gondolkodunk rajta, hogy ennek a programnak egy hasonló verzióját Tatabányára is lehozzuk. Fölvettük már a kapcsolatot itt a Tatabányai Múzeummal, és reméljük, hogy meg fogjuk tudni, ha nem is október 23-áig, de utána egy-két héten belül valósítani középiskolásoknak ezt az élő történelem órát. Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A 30 éves televízió fennállása óta valamennyi helyhatósági választás alkalmával biztosított azt a lehetőséget, hogy a jelöltek bemutatkozhassanak és elmondhassák programjukat. Ezúttal sem volt másképp, előre meghatározott szempontrendszer, előre meghatározott műsorkészítési irányelvek szerint dolgozott a televízió. A ma esti közéleti kerekasztalban a polgármester jelöltek lesznek stúdió vendégeink, mégpedig Dr. Pofovics Judit, a DK Jobbik MSZP Momentum polgármesterjelöltje, és Mikli József, a Fidesz KDNP polgármesterjelöltje. Köszönöm szépen, hogy elfogadták megkívásunkat. Néhány gondolatot a ma este menetéről, szabályairól. Először 3-3 percben mutatkoznak be a polgármesterjelöltek, elmondják mindazt, amit fontosnak tartanak magukról, annak érdekében, hogy jobban megismerhessük őket. Ezt követi 15-15 percben a programismertető. Itt véleményalkotásra, illetve kérdésre is van lehetőségük a jelenlévőknek, majd a műsor végén pedig egy-egy percben záró gondolataikat hallhatják majd. Amit még fontos elmondani, a feliratozón látható majd mindenkinek, illetve a jelölteknek a neve, illetve a jelölő szervezetek, és mellette pedig egy futóóra. Már az ülés sorrendjét, illetve ülés helyét is sorsoltuk, miként a megszólalások sorrendjét is, ennek megfelelően foglalták el helyüket a polgármesterjelöltek. A szerencse úgy hozta, hogy a bemutatkozást ezúttal Dr. Pofovics Judit, az DK Jobbik MSZP Momentum közös polgármesterjelöltje kezdheti. Tessék parancsolni. Dr. Pofovics Judit vagyok, az Ellenzéki Összefogás független polgármesterjelöltje. 1966-ban költöztem szüleimmel Tatára. Édesanyám az OTP megyei igazgatóságának hálózati osztályát vezette, az édesapám pedig az itt működő híradó Zászlóalj parancsnoka volt. Itt jártam iskolába, Jászmin utca, majd a Vasszéri után ötvös diák lettem. Azon szerencsések közé tartozom, akiknek az osztályfőnöke volt dr. Skoflek István. Jogi és közgazdasági egyetemeken tanultam itthon, Európában, Kanadában és az USA-ban. Pénzintézetekben dolgoztam, mint például a Citibank, ezt követően pedig a Bank of America-nál befektetésekkel kezdtem foglalkozni. A legkedvesebb ügyletem a Népszabadság volt. Ennek több éven át felügyelőbizottsági tagja voltam, láttam belülről, hogyan működik a sajtó. A legnagyobb és legsikeresebb magyarországi ügyletem pedig a Hungarok Kamion RT felvásárlása volt. Az akkor 1200 kamionnal, 3750 fős munkavállalói gárdával, három szakszervezettel és több milliárdos veszteséggel küzdő céget rendbetétele után kollégáimmal Váberer György részére értékesítettük. Több mint 30 éves tapasztalatom van befektetési lehetőségek finanszírozásában és vállalatok rendbetételében. Ehhez értek, ez az erősségem.
A Bank of America-s múltam, valamint a tanulmányai miatt széleskörű pénzügyi, üzleti, befektetői kapcsolatrendszerem van. Ezt fogom felhasználni arra, hogy tőkét hozzak ide. Egyébként ezen múltam miatt lettem Svájcban, egészen pontosan Genfben, a Genfi Kamara mellett működő választott bíróságnál választott bíró, de ugyanígy választott bíró vagyok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott bíróságom. Anyagi helyzetem rendezett. Cégeimnek nincs adóssága, sem tartozása mások felé. A város iránti szeretetem, valamint a jelenlegi hatalom által kialakított helyzet miatt vállaltam el azt, hogy a jelenlegi polgármester úr kihívója legyek. Három felnőttkorú gyermekem van, akiknek ugyanúgy, mint kortársaiknak nincs kilátása, nincs lehetősége a jelenlegi korrupt rendszerben. Ezért elmennek. És én ugyanezt látom itt Tatán. Ha egy sikeres Tatát akarunk, ez így nem mehet tovább. Én pedig sikeres Tatát akarok. Ezért ülök most itt, mert Tatáért tenni kell. Köszönöm szépen. Mihly József következik, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket, és ellenfelemet is ebben a vitában természetesen. 59 éves vagyok. Ennek a hosszú életnek egy nagyon nagy részét most már a város vezetésével tölthettem, harmadik ciklus óta vagyok Tataváros polgármestere. Nagy családban nőttem föl, öten vagyunk testvérek, édesapámnak a legkisebb fiunk, a 20. unokája volt. 5 gyermekünk van, és most már nekünk is van 4 unokánk. Csodálatos feleségem van, aki óriási támaszom és segítségem abban a munkában, amelyet naponta végzek. Igyekszem én is ezt meghálálni visszafelé, és egy nagyszerű családot tudtunk fölépíteni. 3 gyermekem családos most már, és még 2 várnak arra, hogy megtalálják ők is majd az életük párját. Mindenki ismeri őket, mert hogy itt élünk Tatán. A gyermekeim közül 2 az, aki az egyik főváros mellett, a másik a Balaton partjára költözött nem túl régen. Ennek a munkának, amelyet a városért végezhettem, volt egy előzménye, hiszen előtte a város intézményeinek voltam a munkatársa, dolgoztam a szociális otthonba, értelmi fogyatékos napközi otthont vezettem, dolgoztam az újúti iskolában, és aztán a Zsámbéki főiskolán főtitkárként dolgoztam, ahol rengeteget tanulhattam, és ebből a sok-sok nagyszerű információból és tapasztalatból nagyon sokat tudtam itt a városban is kamatoztatni. Nagyszerű munkatársak, nagyon jó intézményvezetők, jó cégvezetők, jó céges munkatársak vesznek körül itt a városban, és hát különösen nagyszerű közösségek, civil szervezetek, egyházi közösségek, és nagyszerű olyan emberek, akik Tata városának csak olyan hírnevét öregbítik most már hosszú évek óta, hanem ennek a közösségnek olyan motorjai tudnak lenni, amely közösségért nagyon-nagyon jó dolog dolgozni. Tatán jó irányba mennek a dolgok, nyugodtan mondhatjuk ezt, hiszen az elmúlt 2 ciklusban 52 olyan programot hajtottunk végre, amely összességében mintegy 7,5 milliárd forint értékű uniós pályázati pénzt tudott felhasználni, és ez mellett pedig további közel 3 milliárd forint saját pénzt a város költségvetéséből tudtunk ezekre a fejlesztésekre felhasználni. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek az eddigi támogatását, nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik segítették az eddigi munkámat. Köszönöm szépen! Haladjunk tovább, következnek a program ismertetők. Ez a műsorunknak az a része, 15-15 perc áll mindegyik polgármester jelölt rendelkezésére az, hogy programját ismertesse. Itt van mód és lehetőség arra, hogy véleményezzék egymás programját. A témához kapcsolódóan kérdést is tehetnek föl, de egy direkt kérdés esetében viszont a kérdés feltevő idejéből fogjuk visszavonni a válaszadónak az idejét. Tehát következzék most akkor a programismertető rész.
15-15 percben. A szerencse úgy hozta, hogy a programismertető dr. Popovics Judit, a DK Jobbik MSZP Momentum polgármester jelöltje kezdheti. Köszönöm szépen. Ha valaki azt hiszi, hogy itt most egy vitaműsort fog látni, akkor attól tartok, hogy csalódni fog. Nekem azt a feltételt szabta a polgármester úr, hogy kapok 3 percet bemutatkozásra, 15 percet pedig az október 3-áig megküldött témákra. Semmilyen téma nem jött. Nyilván nem véletlenül. Kérdezni nem tudok az előbb említett okok miatt. Két választásom volt, vagy elfogadom, vagy elfogadom. Ezért az első dolog, amit kiemelnék, amire a városnak szüksége lenne, és amit, ha én leszek a polgármester, be fogok vezetni, az a független és kritikus sajtó. Egy független és kritikus sajtó mellett nem teheti meg a polgármester azt, hogy valótlan dolgokat állít a városlakóknak. Például természetvédelmi területről bejelentjük, hogy kivágták a fákat. Erre írásba kapjuk a választ, hogy ajnövényírtás történt, fák kivágására nem került sor. Egy független sajtótermék a helyszínt lefotozza a gyökerestől kitépett kivágott fákat, és oda teszi mellé a polgármester úr aláírásával szóló levelet, hogy fakivágás nem történt. Nem teheti meg a polgármester az sem egy független sajtónál, hogy életveszélyessé nyilvánítja a kollégiumot, kiköltözteti a diákokat, majd évek múlva magától elmúlik az életveszély, és nem a diákok kerülnek visszaköltöztetésre az épületbe. Én a helyi sajtót nem a személyem szárolására, szereplési vágyam kielégítésére fogom használni, hanem arra, amire való. Hogy segítse, erősítse a városlakók és a város vezetése közötti kommunikációt, hogy a helyi demokratikus közélet és kritika fontos szereplője legyen. Propaganda sajtó helyett valós tájékoztatást akarok. Hogy a tataiak megtudják, hogy nincs migráns veszély, vagy hogy a város adóssága meghaladja az 1 milliárd forintot, vagy hogy a Balaton szepezdi tábort 12 000 forint per évért adják oda. Gondolom, hogy ezek nem olyan információk, amit mindenki tud. De jelzem, hogy a tényszerű tájékoztatás segíteni fogja a 2020 májusától újra induló Szabad Európa Rádió. Igen, hölgyeim és uraim, ilyen mélyre süllyedtünk. Jegyezzék meg, hogy a helyi sajtó Tata város adófizetőinek pénzéből működik. A helyi sajtó feladata pedig a nyilvánosság, a párbeszéd, emberek, közösségek bevonása a döntések előkészítésébe és kritika megfogalmazásának lehetősége a város vezetésével kapcsolatban. A helyi sajtónak az is lenne a feladata szerintem, hogy nyomtatott formában előre megtudják az érdeklődők, mit fog tárgyalni legközelebb az önkormányzat. Melyik képviselő milyen indítványt adott be? Mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy írtjuk a korrupciót, korrupciómentes, átláthatóan működő önkormányzatot akarunk csinálni. Azért, mert így nem fordulhat elő az, hogy csendben, fű alatt történnek a dolgok. Hogy csak egy példát mondjak, a fedeles lovarda, aminek először eltűnt a műemlékvédelmi jellege, aztán az építési besorolása változott meg, és ezzel lehetővé vált, hogy a tulajdonos mosoda azt építsen, amit akar. Független sajtó kell, mert csak így lehet Tata sikeres. Köszönöm szépen. Mikli József következik, Fidesz KDNP polgármester jelöltje. Kedves tataiak, én valami egy kicsit más dologról szeretnék beszélni. Nekem nem írták le ilyen precízen a központból, hogy mit kell ma este itt elmondani. Én arról szeretnék beszélni, hogy mi lesz Tatán, ha én leszek a polgármester következő ciklusban is. Az, amiről a hölgy beszélt itt az előbb, az olyan messze van a mi munkánktól, mint Makó Jeruzsálemtől, úgyhogy ebbe a csetepatéba én nem is szeretnék belemenni. Az a Momentum jelöltjének a hozzáállása a városhoz, hogy
5 percig szidja a helyi média munkatársait, hát akkor legyen ilyen. Én arról szeretnék beszélni, hogy hétfőn a választást követően, amennyiben a tataiak úgy gondolják, hogy én vigyem tovább a képviselőtestület vezetésével a várost, azt a munkát szeretnénk folytatni, amit eddig csináltunk. Vagyis, hogy 9 olyan projektünk van, amely nincsen kész, amelyet el tudtunk viszont kezdeni, és van még néhány, amelyiket pedig el sem kezdtünk még, de megvan rá forrás. Ilyen, amit elkezdtünk a piac, ilyen a kerékpárkölcsönző a pályázatból, 2 helyszínen és 3-at pedig saját pénzből, illetve vállalkozóval szeretnénk máshol megépíteni. Ilyen a Tata Agostyán kerékpárút, ilyen az inkubátorház, a bölcsőde, óvoda építése, illetve az iskolai konyha megépítése, 2 MLS gruntpályát nyertünk, és természetesen a Malomparkot is szeretnénk elindítani, illetve a Tiszti Klub helyén fogunk egy olvasó kávézót létrehozni, és a könyvtárat is majd itt. Következő EU-s ciklusban pedig természetesen a város tovább pályáz. Ahogy mondtam, 52 projektet nyertünk el eddig. Most a következő időszakban is én azt remélem, ha így marad a rend, ebben a topos pályázati rendszerben lehet továbbra is pályázni, akkor nagyon sok pályázatot szeretnénk újra elnyerni. Elsősorban az utak, járdák, parkolók építésére és a csapadékvíz elvezetésére van szükség. Aztán a forrásainkkal megyünk tovább. 4 forrást tettünk teljesen rendbe. Folytatjuk a Fényes strandjának a fejlesztésével és a tóparti strand megépítésével. Baji úti kerékpárút, bölcsöde, új bölcsöde építés az Újhegyben, és az előbb említettem a könyvtárat, illetve a művelődési ház az, amelyet jó lenne rendbe tenni. Ennek a terveit is, a koncepció tervét elkészítettük. Azzal szeretnénk kezdeni, hogy ezt átbeszélgetjük mindazokkal, akiket érdekel, és akik szeretnének hozzászólni. Aztán majd a városüzemeltetés témakörével folytatnám a következő időszakban. Köszönöm szépen. Ön következik. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy Tata a vizek városa. Ezért polgármesterként az egyik első feladatom lesz átnézetni hozzáértő és nem parancsra cselekedő szakemberekkel a jelenlegi rendezési tervet. Különös tekintettel a források védelmére. A természetvédelmi törvény szerint minden forrás védett. Ehhez képest Tata csak egy forrást véd, a Büdöskútit. A többivel nem törődik, illetve ráépítkezik. A Günther Aréna a Kékúti forrásra épült, plusz egy geológiai törésvonalra. A Kocsiúti tömbök 2 nyilvántartott forráson állnak. Üzenem a jelenlegi városvezetésnek, hogy a víz ismeri a fizikát, és nem ismeri a korrupciót. Meg fogja ezt bosszulni. Gondoljanak a május 1 út beomlására. Ezért szakemberekkel föl akarom méretni, hogy a természetvédelmi törvény megszegése mekkora károkat okozott a városnak, mert nyilvánvaló, hogy a jelenlegi vezetés a vizekhez nem ért. Még azt sem látom, hogy értenék azt, hogy az egyensúlyi helyzetnél egy elemet megváltoztatunk, elnyomunk egy forrást, az egész egyensúly megborul. Én nem fogok agyatlanul építkezni. Ezért meg akarom tudni, hogy a kialakult helyzetből hogyan lehet tovább menni. Az önkormányzati telkekre csak passzív épületeket engedek építeni, és azt is úgy, hogy az Eszterházi hagyatékot megőrzöm. A város ne úgy fejlődjön, hogy a régi városszakoktól elveszik az életteret. Én nem az építtetők érdekeit fogom szem előtt tartani. Nem lesznek további a régi parasportákra épített zsúfolt lakóparkok, társasházak. Ha én leszek a polgármester, úgy szabályozunk, hogy az építkezésekkel ne tegyük tönkre a kisemberek otthonát. És, ami nagyon fontos, gondoskodni fogok arról, hogy érvényesüljön a város jelenlegi polgármestere által még 2008-ban aláírt 5-ös gimnáziummal szembeni kötelezettségvállalása, vagy a rendház kollégiumi részének felújításával, vagy új kollégium építésével. De a vizek kapcsán menjünk tovább. Egy örök átok lenne a városnak, ha a Kristály strandból múzeum lenne.
megint egy olyan beruházás, amikhez a lakók véleményét nem kérték ki, aminek semmi értelme, nem tudja a jövőben eltartani magát, veszteséges lesz, viszi a városi költségvetésből a pénzt. Viszont, mivel senki nem ért a Gutai Malomhoz, jó lehetőség arra, hogy túlárazott szerződések útján zsebre vágják a városnak szánt pénzt. A kristálystrandból igenis lehet kristálystrandot csinálni. Visszajött a víz, meg lehet oldani, hogy a városlakok forrásvízbe fürödjenek. A jelenlegi polgármester nem mondott igazat akkor, amikor azt állította, hogy a műemlékvédelem nem adott rá engedélyt. Igenis adott, csak azt kifogásolta meg, azt az otromba tervet, amit ide terveztettek. Ha rám szavaznak, én megcsináltatom a kristálystrandot. Mert szégyen Tatára, hogy a vizek városában nincs normális fürdési lehetőség, hogy a tataiak Komáromba járnak át fürdeni. Lepusztították a fényest, nem oldották meg a szabad strand lehetőségét. Én helyreállítom, és vigyázni fogok a város ezen értékeire. A város forrásait, vizeit öntözésre, a város szépítésére fogom használni. Mert ez a tataiak érdeke, így lesz sikeres Tata. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyem, nem kell átnézetni az építési szabályzatot, ugyanis elkezdtük ennek a felülvizsgálatát. Tehát ha az a szerencsétlen helyzet lenne, hogy ön lesz a polgármester, akkor ezt a munkát kell csak folytatni. Elindult a szabályzási terv felülvizsgálata, mert hogy 15 éve ezelőtti a szabályzási tervünk, és van egy ilyen bizonyos kötelezettség, hogy időnként ezt felül kell vizsgálni. Az Ötvös Gimnázium kollégiumával kapcsolatban van kollégium az Ötvös Gimnáziumnak, és a városnak pedig semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy a gimnázium kollégiumát újra elhelyezze a régi piarista rendházban. De azt látom, hogy a média munkatársai után, most a polgármesteri hivatal munkatársait és azokat a szakértőket, akik dolgoznak a városnak, azokat tetszik becsmérelni, és azok is megkapták most rendesen a magukét. Köszönjük szépen! Kedves tataiak, mindannyian ismerik azt a két kötetet, amelyet részben 2008-ban, részben pedig 2015-ben készítettünk el. Ez a magyari tervnek az első és a második kiadása. Ahogy hallgatom Popovics Juditot, az a kép alakul ki bennem, hogy ezeket nem vette a kezébe és nem olvasta el. Azért kár, mert ezt közösen készítettük a tataiakkal. De ezt a beszámolót sem olvasta el, amiben leírtuk pontosan, hogy az elmúlt 5 évben mit végeztünk. Én ezért nem szeretném most ezt az időt arra felhasználni, hogy ezt részletezem, hiszen ez a kötet minden tatainak ott van az asztalán. Arra szeretnék egy kicsit utalni, hogy a város üzemeltetés során milyen változtatásokra teszünk javaslatot a csapatommal, mert hogy azt látjuk, hogy egy nagyon komoly átalakulás van most ezen a területen is. A legnagyobb probléma az, hogy a munkaerő helyzet egy nagyon pozitív irányba változott, de mégis ezt kell mondani, hogy ez problémát jelent nekünk, hiszen azzal, hogy Tatán megszűnt a munkanélküliség, 3,2% most, tulajdonképpen az egész kistérségben van 501 néhány, aki regisztrált munkanélküli, a 200 főről 30 főre lecsökkent a városban a közfoglalkoztatottak száma, és ez azt jelenti, hogy lényegesen nehezebb most ebben az időszakban olyan munkaerőt találni, amelyeket ráadásul az állam fizette, most az önkormányzatnak kell ezeknek a munkatársaknak a pénzét kifizetni. Vagyis egy humán fejlesztésre van szükség a városgazdánál és a városüzemeltetés többi területén is. A másik ilyen pedig, hogy gépesítenünk kell, új gépeket kell vásárolnunk, ezekre feltétlenül szükségünk van, nagyszerű olyan gépeket lehet ma már vásárolni, amelyek a város üzemeltetést, a közterület fenntartását, közterület rendbentartását nagyban segíthetik. A másik ilyen terület pedig a hulladék kérdése. Bevezetjük a szelektív hulladékgyűjtésnek a háztól való működtetését a következő esztendőkben, amint a
befogadó állomás elkészül, lehetőség lesz arra, hogy mindenkinek lesz otthon három kukája, és meg lesz mondva, melyik napon milyen szelektív hulladékot lehet kitenni, és háztól tudjuk elszállítatni. A közbiztonság kérdéséről szeretnék még két szót szólni. Annak köszönhetően, hogy a kamerarendszert bevezettük a városba, egy sokkal jobb biztonságban élhetünk, lényegesen nagyobb a biztonság. És ha már az előbb a vita partnerem megemlítette a határ veszélyt és a migráns veszélyt, akkor én meg szeretném itt megköszönni nagyon a tatai rendőröknek és a tatai katonáknak azt az áldozatos munkát, amit a Magyarország határvédelméért tettek az elmúlt időszakban. Óriási dolog az, hogy Tatáról is megvédtek bennünket, és tataiként is ott voltak a határon, és vigyázták az álmunkat. A biztonságos közlekedés a közbiztonságnak a másik része. Ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni, lényegesen jobb gyalogátkelő helyekre, még több olyan okos zebrára van szükség, amely vigyáz majd a gyerekeinkre is. De ide tartozik a közvilágítás továbbfejlesztése, vagy a közösségi közlekedés fejlesztése is. 28 darab buszmegállót építettünk az elmúlt időszakban, az elmúlt 5 évben. Naponta kb. 3500 tatai utazik autóbusszal, erre az önkormányzatunk 4500 diáknak veszi meg a mindennapos bérletét, és plusz, ez olyan durván 30 millió forintba kerül, és plusz 20 millió forinttal pedig támogatjuk a Volánt. Köszönöm szépen, arra kérem a kollégákat, nézzük meg, hogy melyik polgármester jelöltnek mennyi ideje van még. Dr. Popovics Juditnak, a DK Jobbik MSZP Momentum polgármester jelöltjének 6 perc, 54 másodperc, van még Mikli Józsefnek, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjének pedig kereken 7 perce. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tatának volt egy rendelőintézete a buszpályaudvar mellett, amely a városközpontban jó megközelítési lehetőséggel, parkolóval rendelkezett. A városlakók megkérdezése nélkül ezt bezárták. A mi pénzünkből építettek egy új rendelőintézetet, amely az idősek számára nehezen megközelíthető, a városlakók tele vannak panasszal miatta. Mindeközben a város kiköltöztetett rendelőintézete pusztul. Megítélésem szerint az új épület költségének töredékéből fel lehetett volna újítani a régi épületet, csak felújításból nem lehet annyi pénzt lopni, mint az építkezésből. Ezt az egész helyzetet, ami így kialakult, újra kell gondolni. Első lépésként az egészségügyi intézetek között ingyenes buszos, kisbuszos szolgáltatást szeretnénk indítani, hogy mindenki el tudjon jutni mindenhova. A teljes orvosi ellátást át kell gondolni Tatán, át kell szervezni annak érdekében, hogy a szakorvosi ellátásra ne kelljen hónapokat várni. Az orvoshiányt azzal gondoljuk csökkenteni, hogyha valaki Tatát választja, és nem megy el külföldre orvosként, akkor biztosítunk neki itt Tatán lakhatást. Foglalkozni fogunk a gondozói válsággal. Tata jelenleg nem tudja megoldani az idős emberekről való gondoskodást. Én növelni fogom az idősek otthonában a férőhelyek számát, és így csökkenteni lehet a várakozási időt. Emellett kidolgozunk egy olyan kézre szerelhető riasztórendszert, amivel a bajba jutott idősek segítséget tudnak kérni egy 24 órás ügyelettől. Sikeres városhoz, sikeres egészségügy kell. Jelenleg ez nincs. De ha én leszek a polgármester, a csapatommal nekilátunk. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ne csak szóban legyen Tata gyerekbarát város. Első lépésként ezért a városhoz még tartozó intézmények, mint a bölcsődék és az óvodák számára egyforma támogatást fogunk biztosítani, üzemeltetőtől függetlenül, tehát nem fogjuk eltérően támogatni az önkormányzati, vagy az egyházi, vagy az alapítványi intézményeket sem. Mert Tata így lehet sikeres. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves tataiak, egy újabb fejezetet hallhattunk abból a történetből, amiből még mindig nem derült ki, hogy vajon Popovics Juditnak van-e valami, ami tetszik Tatán. Ide tetszett jönni Budapestről,
egyfolytában ócsárolja ezt a várost, és olyan minősítéseket mond, amelyek egyrészt nem felelnek meg a valóságnak, másrészt meg mélyen sértik, azt gondolom, a tataiakat. Két dologra mindenképp reagálni szeretnék. Az egyik a rendelőintézet. A rendelőintézet állami tulajdon, a városnak semmi köze hozzá, hogy azt a város nem azt fejlesztette, hanem egy új rendelőt épített. Miután a magyar állam átvette az egészségügyi szolgáltatásnak ezen részét, ezt ő döntötte el, és ő építette meg. Viszont a város visszakérte a régi rendelőintézetet, ott működtetünk fogászatot, és van ott házi orvosi rendelés is, sőt, oda költöztetjük most át folyamatosan a múzeumnak azon részét, amely a várba olyan helyeket foglal el, amelyeket szeretnénk sokkal inkább a kiállításra használni, és nem pedig irodának. Az a hozzáállás, amivel ön a város nézi, az egy budapesti szeméből lehet, hogy jól látható, mert ezt az elején eltetszett felejteni mondani, hogy Budapesten lakik, és hogy onnan jött el most hozzánk, hogy a városban bemutassa és megmutassa azt, hogy Budapestről hogy látszik Tata, de mi tataiak itt egy kicsit másképpen látjuk magunkat, és talán ez így is van jól. Viszont egyetértek abban, hogy lakást kell adni az orvosoknak, ezt tesszük is egyébként, amikor kéri, mint ahogy a rendőröknek is, azoknak a rendőröknek, akik Tatára jönnek dolgozni, az önkormányzat bérlakást tud biztosítani, sőt, még az Ötvös Gimnázium nyelvtanárának is biztosítottunk bérlakást, de az orvosoknak is, amikor kérték, akkor soron kívül tudtunk ilyenben segíteni. Ennek a mentén fogunk mi is tovább menni. Azt gondoljuk, hogy még az ösztöndíj program az, amivel ezt segíthetjük, hogy a fiatal orvosok valóban Tatára jöjjenek dolgozni. Köszönöm szépen! Tatának jelenleg nincs piaca, annak ellenére, hogy a rendelkezésemre álló információk szerint már több százmillió forintot elköltött rá az önkormányzat. Amit piacnak hívnak, az nem felel meg az előírásoknak, hiszen nincsenek mosdók, még kézmosási lehetőség sincs, a szeméttárolókról meg már nem is beszélek. De persze a helypénzt azt szedi az önkormányzat. A kampányban letették az új piac alapkövét. Költői kérdés nem Mikli úrhoz, hogy jó helyre-e. Én ezen változtatni fogok. Kidolgoztunk egy programot, ami összekapcsolja az őstermelők segítését, támogatását a piaccal. Az idő rövidsége miatt ennek a programnak a bemutatását, mivel holnap 4 órakor a Kossuth téren Raskó György úr fogja megtenni, ezért arra biztatom a tataiakat, jöjjenek el, hallgassák meg személyesen Raskó Györgytől. Ahogy én látom a költségvetés pillanatnyilag, van olyan bevétele a városnak a lakossági adókból, amit jelenleg nem terhel kötelezettség. Azt szeretném a csapatommal, hogy ezen összeg egy része felett, ennek az összegnek egy részének a sorsát közvetlenül a városlakók dönthessék el. Ennek a feltételét biztosítani fogom, mert fontos, hogy a helyi ügyeket itt helyben a helyiek döntsék el. Ha azt akarjuk, hogy vállalkozások szívesen jöjjenek Tatára. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy a tatai vállalkozókat ösztönözni tudjuk arra, hogy itt Tatán dolgozzanak, itt vállalkozzanak, akkor segíteni kell őket ebben. Én befektetésekkel foglalkozom, mint mondtam, és meg is kezdtem ezen a téren a munkát. A pezsgőgyárat például újra lehet indítani, már vannak érdeklődő befektetők, sőt, több francia pezsgőmester szeretne idejönni. A kristálysrandot és a fényesfürdőt vissza kell adni a tataiaknak, tárgyalunk róla. Lesz befektető, lesz a tatai vállalkozóknak megrendelése, munkája. Tata velünk együtt sikeres lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hadd kezdjünk innen a végéről. Hát, bocsánat, hölgyem, a pezsgőgyár magántulajdon. Hát tetszenek majd venni? A pezsgőgyárat nem kell elvenni attól, aki én pontosan tudom, értem, hogy magánszemély a tulajdonos, vele tárgyaltam. Nem arról beszélek, hogy az önkormányzatnak milyen van, vagy milyen nincs, hanem arról beszélek, hogy munkalehetőséget fogok biztosítani a tataiaknak. Köszönöm. Elnézést, ugye a szabályaink szerint az volt, hogy ha kérdésre válaszol, valaki, igen, 10 másodpercet kérnék a kollégáktól, hogy
legyen ebből később. További kérdéseim azok már költői kérdések, mivel nekem is kevés az időm. Nem tudom, ki az a Raskó, de majd biztos meg tudja mondani, hogy a tataiak hol szeretnének vásárolni Tatán. Tatán van piac, ön is ott állt minden szombaton a társaival, és mindenkivel próbált beszélgetni, az más dolog, hogy önnel nem próbáltak, de van piac Tatán. Az, hogy egy ilyen körülmények között kell piachoznunk, az annak az oka, hogy sajnos a mai megemelkedett építőipari árak miatt a közbeszerzésünk lényegesen nehezebben ment, így a második közbeszerzésre sikerült csak a piacnak kivitelezőt találnunk, és valóban meg fog épülni a piac. Ön ezt már nem tudja leállítani, mert uniós pályázatnál elég súlyos büntetést kapna a város, hogyha ez így történne. De azt remélem, hogy a tataiak viszont örülnek annak, hogy lesz piac Tatán. Azt tetszik mondani, hogy több száz milliót elköltöttünk, nem igaz. Úgyhogy jó lenne, ha idézné pontosan, nem tudom, a pestiek ezt honnan vették. A másik dolog, hogy a helypénzt sem is szedjük. Bérbe adtuk a piacot. És a harmadik dolog meg azt tetszik mondani, hogy 1%-ot majd ráhagy a tataiakra, hogy azt ők elkölthessék a 1500 millió forintból. Az 15 millió forint, ugye jól számoltam ki. Azt tetszik mondani, hogy 15 millió forintot majd a tataiak kegyesen oda tetszik tenni, hogy akkor most ezt elkölthetik. Ez nem így működik. Tatán most is van sok-sok pénz, amit a tataiak költenek el, például pályázat útján. Környezetvédelmi, sport, rendezvényekre, kulturális programokra a tataiak pályázhatnak az önkormányzat pénzére. De ösztöndíjak is vannak, amiből a legjobb sportolót, a legjobb tanulókat díjazza a város évről évre. Így azok a programpontok, amelyekkel egyébként elolvastam az önök programját, annak a felével egyet is értek, mert azt már részben mi meg is csináltuk. A másik fele az pedig vagy nem igaz, vagy annyira elszabadult gondolat, amit nem lehet egy város életében megszervezni. Azt én értem, hogy ön cégeket vezetett, de a cég vezetés az nem egyenlő egy város vezetésével, az egy kicsit másfajta dolog. Azt szeretnénk a következő időszakban, ha az otthonteremtés azt tudna megerősödni a városban még jobban. Óriási dolog, amit a magyar kormány tesz, családokat segít nagy összegekkel, arra azzal, hogy a saját otthonukat megteremthetik. Ehhez szeretnénk mi is a következő időszakban további fejlesztésekkel hozzájárulni, és a város szélén lévő három nagy területnek pedig a fejlesztését elvégezni. Ez a Naszály út mentén élők, az Újhegyben élőknek a területe, illetve azokon az üdülő területeken, ahol nagyon sokan vannak már olyanok, akik oda kiköltöztek. Köszönöm szépen, kérem a kollégákat, nézzük meg, hogy kinek mennyi ideje maradt még. 15-15-ből dr. Popovics Juditnak, a DK Jobbik MSZP Momentum polgármesterjelöltjének 1 perc 40 másodperce, Mikli Józsefnek, a Fidesz KDNP polgármesterjelöltjének 1 perc 54 másodperce. Ön még hátra. Tessék parancsolni. A programunk egyik fő eleme a környezetvédelem, már csak a klímaváltozás miatt is. Ha már olyan szerencsések vagyunk, hogy Tatán ennyi víz van, akkor okosan szeretnénk használni. Terveink szerint a források vizét a Kristálystrand helyreállításán kívül öntözésre, turisztikai látványosságokra és alkalmas csobókhoz, szökőkutakhoz hasznosítjuk. Számos olyan feladat van, ami a mindennapi életünket érinti. Csökkentenünk kell a város levegő szennyezettségét, ezért a városon belül is kerékpár út hálózatot alakítunk ki. A szemetes területek miatt a tópartján és a város több pontján új szemeteseket helyezzük ki, és ösztönözzük a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtés használatára. Adókedvezménnyel, kedvezményes reklám lehetőséggel jutalmazzuk azokat a vendéglátóhelyeket, akik ingyenes vízvételi lehetőséget és ingyenes mosdó használati lehetőséget biztosítanak az arra járóknak. Előnyben részesítjük a víznyelő burkolatokat, ösztönözzük a lakosságot erre, ingatlanadó kedvezményt adunk azoknak, akik a kapubejárójukat, udvarukat ilyen burkolattal látják el. A városfáit megóvjuk, szakértő meccésükről gondoskodunk. Ha mi csinálhattuk volna meg az építők parkjánál a parkolót, biztos nem vágtuk volna ki a fákat, a fákhoz igazítottuk volna a parkolót. A fák számának növelésére fásítási akciót indítunk, ezt már meg is kezdtük, 13 hársfát
ajánlottunk fel az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 10 000-nél több fát ültettünk az elmúlt időszakban, 5 év alatt. Ebben volt erdőtelepítés is, és nagyon-nagyon sok fát ültettünk a városon belül. Ahol mi fát vágtunk ki, ott legalább 3, 4 vagy 5 fával pótoltuk. Az a helyzet, hogy nem szennyezett ez a városnak a levegője. Nem tudom, Budapesthez képest is lényegesen jobb. Budapesten elhiszem, hogy talán ez az érzése lehet valakinek, de Tatán nem így van. Az adókedvezményre hadd reagáljak. Ön jogászként mutatkozott be. Bizonyára tudja, hogy nem lehet adókedvezménnyel ilyen előnyt juttatni senkinek. Ez törvény tiltja. Erre érdemes azért odafigyelni, amikor ilyen módon kívánjuk a népszerűséget megszerezni. Én azzal szeretném a hátralevő időmet még felhasználni, arra szeretném felhasználni, hogy elmondjam, hogy Tatán a munkahelyteremtés egy kiváló programot jelentett, mert hogy a Tata Ipari Park, ami 92 hektáros a déli ipari parkunk, 41 cég működik most már ott, és ennek a 41 cégnek, bocsánat, 46 cég, és 41 milliárd forint az éves árbevétele. Most már olyan durván 1300-an dolgoznak a déli ipari parkban is. A Güntnerben durván ugyanennyien dolgoznak. Új gyár épült a MOVA feldolgozóüzem, illetve az NHK, ami rugókat gyárt Európába. Ennek a két gyárnak csak a következő éves adójövedelme következő években óriási összeg. Az a munka, amelyet eddig is tettünk, annak a legfontosabb üzenete az volt, hogy legyen mindenkinek munkája, legyen mindenkinek tisztességes otthona, és a gyermekei olyan körülmények között nőhessenek fel, ahol testben, lélekben, szívben, szeretetben is erősödni tudnak. Köszönöm szépen! A program ismertető rész végéhez értünk, 15-15 percét mindenki elhasználta, a hátralévő részben 1-1 perc megszólalás, illetve gondolatainak elmondására van lehetősége a polgármesterjelöltnek. Igazából ezt a olyan zárszónak gondoltam volna én annak idején, bízom benne, hogy most is így lesz, a szerencse ezúttal úgy hozta, hogy Mikli József az első, aki a zárszavát megteheti 1 perc terjedelemben. Kedves tataiak! Nagyon szépen köszönöm még egyszer az elmúlt 5 esztendőt, amelyet együtt dolgozhattunk végig. Köszönöm a bizalmukat, a türelmüket a munkánk iránt. Köszönöm a képviselőtársaimnak is, és a hivatal munkatársainak is, jegyzőasszonynak, alpolgármester asszonynak a közös munkát. 3. ciklust fejezzük most be a mostani vasárnapon, és kezdődhet a 4. ciklus. Jó szívvel ajánlom képviselőtársaimat az önök figyelmébe. Egytől egyig becsületes, tisztességes emberek, akik ráadásul értik is azt, hogy mit jelent képviselőnek lenni. Sokan közülük ezt már teszik is hosszú évek óta. Egy új képviselő van a 8 fős csapatunkban. Szeretném kérni önöket, hogy vasárnap mindenképp jöjjenek el. Jöjjenek el szavazni, 3 X-et tegyenek a Fidesz logók mellé, Fidesz KDNP logók mellé, a megyei önkormányzati választáson polgármester és a képviselőre. Köszönöm nagyon. Köszönöm szépen. Dr. Popovics Judit. Köszönöm szépen. Tekintve a város jelenlegi állapotát, az utak, a parkok, a közterek elhanyagoltságát, szemetességét, a megoldatlan szennyvíz elvezetést, a veszélyes kereszteződéseket, én úgy látom, hogy a jelenlegi polgármester úr alkalmatlan a város vezetésére. Ne felejtsék el azt, hogy most már az önkormányzatok nem a korrupt Orbán kormányhoz, hanem direktbe, Brüsszelbe fordulhatnak uniós támogatásért. Elszámolni is Brüsszellel kell. Így akkor is lesz pénze a városnak, ha nem fideszes polgármestere lesz. Akkor is lesz pénze a városnak, ha én leszek a polgármester, és arra fogok pénzt szerezni, amire a városlakóknak szüksége van. Bátran szavazzanak rám. Nagyon-nagyon fontos, hogy megszavazzák az ellenzéki képviselőjelölteket is, hogy többségbe tudjunk kerülni a képviselőtestületben. Változtatni kell, mert Tata velünk lesz sikeres. Köszönöm. Én is köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a polgármester jelölteknek, hogy elfogadták meghívásunkat, elmondták gondolataikat. Köszönjük a meghívást. Nézőinknek annyit elmondanék, hogy vasárnap este élőadással 20 órakor jelentkezik majd a Tatai Televízió. Az adásból majd ki fog derülni, hogy kikre szavaztak a tataiak, kik lesznek a következő képviselőtestület önkormányzati képviselő, és az is el fog dőlni, hogy ki lesz Tata város polgármestere a következő 5 évben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok!